A Hagyományokhoz híven pedagógus nap alkalmából az önkormányzat köszöntötte a csömöri oktatási intézmények pedagógusait, dolgozóit és a település nyugdíjas pedagógusait. Magyarországon a pedagógus napoknak mindig van szinte, mindig aktualitása, most is. De talán a modernkori magyar pedagógia történetében különleges időszaknak számít az utóbbi évtized, mert olyan azért nem nagyon fordult elő, hogy kimondva, kimondatlanul, de az aktuális vezetők számára nem fontos a pedagógus. Nem fontos az iskola, nem fontos az oktatás, és hát közvetve így valamennyire nem fontos a gyerekek oktatása sem. De abban is biztos vagyok, hogy a társadalom nem így gondolja. Egyáltalán nem így gondolja az egész magyar társadalom. A szülők sem így gondolják, a gyerekek sem így gondolják, és nagyon sok szereplője a társadalomnak nem így gondolja, de pontosan tudja mindenki, hogy a pedagógusok nélkül nem lehet országot építeni, nem lehet boldog jövőt a gyerekeknek mutatni, nem lehet fejlett gazdaságot, fejlett országot elérni, nem lehet egy boldog országban élni. A csömöri önkormányzat is megpróbál úgy viszonyulni az oktatási nevelési intézményeknek, hogy a maga módján kifejezze azt, hogy mennyire fontos számára, és elsősorban a település, a nagyközség számára, egy már több mint 10 000 fős település számára a csömöri óvodák, iskolák munkája, az ott végzett oktatói, nevelői tevékenység. Amit tudok ígérni, az az, hogy ez a jövőben is így lesz, bármilyen gazdasági vagy egyéb körülmények lesznek itt Csömörön. Biztos vagyok benne, hogy ebben teljes egyetértés van a mindenkori, korábbi és a jelenkori önkormányzati vezetésben. Az önkormányzat szervezésében 2005 óta van Csömörön pedagógus napi ünnepség, ahol megköszönik a pedagógusok egész éves áldozatos munkáját, és átadják az év pedagógusa díjakat. Az elismerésre ajánlásokat az oktatási intézmények nevelőtestületei, szülők és diákok tehetnek. Ez alapján dönt a képviselőtestület a díj odaítéléséről. 2022-ben az év pedagógusa címet Balázs Mihai Zoltánné, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus, és Pilis Cecília, a Mátyás Király általános iskola tanítója kapta. Balázs Mihai Zoltánné, Kati néni, 1976 óta van a pedagógusi pályán, Csömörre 2012-ben jött. Az óvodai munkája mellett 2021 óta oroszlán részt vállal a szlovák napköziben is. Nem csak az óvodai, hanem a szlovák közösség aktív tagjaként is tevékenykedik. Kimagasló hagyományőrző tevékenysége példaértékű, mellyel megtiszteli a csömöri szlovák ősöket, és a gyerekeken keresztül továbbadja az utókornak. Nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntetést, és igazán nagyon meg vagyok lepve, és nagyon meg vagyok hatódva ezért az elismerésért. Egyáltalán nem számítottam rá. Én úgy érzem, hogy eddig is szívem, lelkem tettem a munkába, és ezután is ugyanígy fogom végezni, amíg az egészségem bírja. Egyelőre nem szándékozom nyugdíjaztatni magamat. Még ígértem 3 évet a szüleimnek, hogy a most beiratkozó gyermekek iskolába elkísérem. Kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szüleim kertjében most élni akarok. Ki akarok nyílni, mint Pünkösdi Józsa, de ki nem nyílhatok, csak úgy illatok. Pilis Cecília pedagógia testnevelés szakon végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, 1996 óta a Csömöri Mátyás Király általános iskola tanítója. Számos osztályt vezetett osztályfőnökként, majd napközis csoportvezetőként.
aktív szerepet vállalt és vállal az iskola pedagógiai, kulturális és sportéletében is. Kollégái szerint innovatív, lelkiismeretes, precíz, szókészletéből pedig hiányoznak a nem, nem tudom, nem akarom kifejezések. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik észrevettek, észrevették a munkámat és rám szavaztak. Szeretnék köszönetet mondani az intézményvezetőknek és az önkormányzatnak. Nagyon nagy köszönet a szülőknek, akik hozzánk adják a gyerekeiket, a gyerekeknek, akik sokszor csak annyit mondanak, hogy megfoghatom a kezed. Hálás vagyok szüleimnek, hogy erre a pályára adtak. Sajnos már nem lehetnek itt, de bizonyosan nagyon büszkék lennének rám. Köszönet testvéreimnek, akik szintén pedagógusok, és hogy támogattak engem. Köszönet páromnak, hogy elvisel otthon a hazavitt feladatokkal és problémákkal. Nem szeretném húzni senkinek az idejét, úgyhogy egy Kowalski és Vega idézettel szeretném befejezni. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget. Köszönöm szépen!